Sziasztok, és üdvözlök mindenkit a mai videóban, ami nem más, mint, ahogy jól láthatjátok, pokoli szomszédok következő része. Ez miért van nullán? Én ezt megcsináltam, nem? Vagy ezt kihagytam? Vagy ez mi az összevisszaság? Na várjatok, ez a legalja, és én ezt... Micsoda, új részek vannak? Új részek kerültek bele? Hát kacók, ez azt jelenti, hogy akkor ezt szépen ki kell játszani. Egy, kettő, három új rész került bele, te jó ég! Na jó, hát akkor először is kezdjük ezzel. Szerintem nem fog mind a három beleférni, ugyanis nagyon sok pontot kell elérni, és hát tudjuk jól, hogy az ilyen... Hogy is hívják, mindig elfelejtem? Összekötő. Csintevések nem igazán mennek, de nem baj. Na jó, kezdjük ezzel a volt egyszer egy kismalac. A szomszéd egy magához élő házi állatot szerzett, egy süldő kismalacot. Az előszobában őrzi, külön disznóalban, és rendszeresen eteti, hogy felhízlalja. Közben megéhezik a papagája, Chili is, így azt is megtömi, csípős papagáj Ropival. Minden megerőltető fizikai munka után elkél a pihenés, így a szomszéd lepihen és horkant egy kicsit. Udi viszont igazán nem tűrheti az efféle lazaságot. Húha! Na jól van, skacerok, hát akkor kezdjünk bele, nagyon kíváncsi vagyok erre a malackára. Nekem ez miért nem rémlik egyébként? Ez ilyen új pálya? Nagyon újnak tűnik, én nem emlékszem malacra. Na mindegy. Gyorsan menjünk ide. Ott nincs semmi. Ezt a malacot jól megnézzük magunknak. Le tudunk menni? Nem tudunk lemenni. Alszik a bástya, tök jó. És akkor lehet, hogy el kéne mennünk ide, gyorsan felszedni az orvosságos szekrényből a dolgokat. Mi van ott? Nincs ott semmi? Ne hülyéskedjetek már, hát akkor itt szedjük le, hát ha van itt rajszög, mindjárt amúgy fel kell. Ó, és hol a papagáj? Ó, először oda megy a cumis üvegér, na várjatok, akkor... felveszi ugye a fogorvosát, na felveszi a fogsorát. Megfogja a kulcsot. Aha. Megfogja a kulcsot, és lemegy a cumis üvegér. Mi pedig akkor be fogunk ide menni, csak itt van ez a csodálatos istenvert. Na nem baj. Menjünk oda szépen. És nézzük meg, hogy itt mi van. Persze, tanultam a szituációból jobb klikkel. Jó, és akkor itt fog lemenni szerintem. Aha. Jó, összeszedtük ugye a szupercsípős mexikói kekszet. Jó, visszamegyünk ide. Várjatok, lehet, hogy rossz, nem jó, vissza, aha, sejtettem, hogy oda fog menni. Jó, gyorsan ide felmegyünk, és megnézzük, hogy ez micsoda. Ez szomszéd ebben a pohárban tartja a szuper csodálatos dolgokat, itt pedig a kulcsot kell majd leszedni. Új, de gyorsan menjünk a kaktusz miatt. Gyorsan. Oké, és most ide vissza, mert a kaktuszt összeszedtük. És akkor szépen... Micsoda, bebújnék az ágy alá, de nem lehet. Óha! Nagy a probléma. Nem el tudunk bemenni az ágy alá, mert hogy ott van a WC csészéje. Hát de van WC-je. Remélem, hogy nem fog ide kijönni a kaktuszhoz, mert akkor nagyon nagy bajba fogunk kerülni. Oh, hála a jó égnek. Nem jön ki. Szuper. Lerakja a fogát, és akkor szépen meg kell néznünk, hogy be tudunk-e menni, és el tudjuk-e csórni a dolgokat. Ide a... Hú, mit rakjunk ide? Kaktusz? Nem. Ez sem. Ó, a... nem. Semmi nem jó. Hát valami csak. Mi a szomszéd protkója? Langyi melegvíz. Jaj, nem jó! Úristen, azt hittem, hogy itt problémákba ütközünk. Menj le! Jaj! És oda be, gyorsan! Jó, most megy egy kört, bajba leszünk. Fú, majdnem lebuktunk, de hál' Istennek nem történt semmi probléma. Igen, itt körbe megy, és akkor nagyon remélem, hogy vissza fog menni. Na, nézzünk meg közbe. Itt vannak rajszögeink. Van szupercsípős mexikói chili cuccunk, ide is bejön. Hát ide minek jön be? Van nekünk nitroglicerinünk. Kaktusz. Ó! Ebbe kell a nitroglicerin, mert meg fogja rázni. Gyorsan!
Gyorsan ragra, gyorsan ragra, gyorsan! Jó, itt pedig ki kell szednünk valamit. Banán, banán, oké, okay. Szedd ki, gyorsan! Jó, ide, és ez? Ó, oh, ezt még gyorsan meg kell csinálnod, gyerünk! Nagyon jó vagy! Hűtőben van valami? Nem tudjuk meg soha. Ó, a fene! A hűtőben lett volna a dolog. Malackával? Ó, kiengedjük a disznaját. Nem engedhetjük ki. Jaj! Akkor mi csináljunk? Miért nem engedhetjük ki a disznaját? Jó, menjünk ide fel, csináljunk itt valamit. Jaj, nem jó! Ó! Gyerünk! Megint lebuktam, nem hiszem el. Aj, nem megy ez nekem. Húha, szegény papagáj. Aj, nem alszik el. Várjátok, nem alszik el. Hát ezért vett észre. Jó lenne, hogyha alcsikázna ez a papagáj. Mert itt nem tudunk felmenni. Na most ez rázós élmény lesz a cocának. Vagy hát nem lesz rázós élmény, bocsánat, hát mert felrázta, nem? Visszaaludt már? Ó, visszaaludt már, szuper. Na, ez még talán jó lesz. Ó, szuper. A kaktusz csak óvatosan szúrós. Na! Jaj! Oké, ez összejött, ez szuper. Szuper csípős lett neki. Ó, és a protkóját... Hát ez jó kérdés, hogy mit fogunk csinálni. Na mindegy, menjünk ide fel a konyhába. Gyorsan. Remélem alszik majd a kis csecsemő. Na, gyerünk már! Gyorsan kivesszük. Gondolom ez mexikói szósz. Ó, a mexikói szószban lesz a foga szerintem. Csak nekünk fel kell majd oda jutni. Kérdés, hogy tudunk oda feljutni. És a kulcsot mire tudjuk használni? Azt mondja, kis malac. Biztos ki akar jönni a ketrecéből. Hát akkor... Nem. De a malacot kell. Ó! Szuper. Oké, megpróbálunk itt felmenni. Nagyon jó. Ki van engedve a malacka? És oda bemegyünk. Jó, és majd a... Oh, hát kiengedtük. Igen, rosszra kattintottam. Ne, csak akkor jön össze, a szomszéd protkója benne van. Éj. Na, erre kíváncsi vagyok. Ez az! Eddig jól haladunk, de akkor a kaktusz hova kell? Az ágyra kell a szúrós cucc, az biztos. És az óra. Az óra kicsit rogyant, a szomszéd akkorát csap rá. Ó, szuper! Én nem is értem, hogy eddig miért nem jöttem erre rá. Na, egész jól fogunk végezni. Ez király. Jó, összeállt a dolog, csak nem gondoltam volna, hogy így kell ezeket csinálni. És akkor, hogyha elalszik, akkor szépen berakom a mexikói szószt, és kész is leszünk. Mert pont 3 van hátra. Egyébként nem tűnik neki fel, hogy tele van rajszegekkel az ágya? Na mindegy, hát. Csak rakja le a kulcsot, utána pedig lerakja a fogát, a fogsorát, és kész. Ja, mert végig a bezárt ajtóra kattintottam. Hoppá! Juhuhuj! De nem sajnállak, tesó. Jó? Oké, és mehetünk. Óvatosan lassan. Gyerünk, csináld meg. Oké, nagyon jók vagyunk. És akkor vissza is megyünk ide, mert úgyse fog ide jönni a tesó. A bátyja. És várunk. Na hát, ezt nagyon várom. Áááá! 3 ujja van, ez jó sok. Ó, és most jön a chili szósz. De szeretem amúgy a chili szósz csak. Mindig csuklok tőle, képzeljétek el, hogyha eszem. Na, hát ezzel meg is vagyunk. Hát, nosom kezeimet. Jó kis csíny volt. Végre, hát mikor volt ilyen utoljára, hogy maxos lett? Király volt, köszönöm szépen, és ez több részes lesz. Na jó, hát
Legyen akkor ez. A nagy mosás napja. Eljött a nagy mosás napja a szomszéd számára. Ideje kimosni a zsíros ágyneműt és helyre pofozni a házat. Ha a mosás kész van, ideje teregetni és vasalni. Mielőtt minden visszakerül a helyére. Budit ismerve tuti biztos, hogy lesz elég tisztítani való. Jó, kimossa az ágyneműt majd. Kiteregeti és utána pedig vasalja. Aztán elteszi. Na jó. Milyen állatok lesznek itt? Galamb. Jó, hallom, ez egy gali-gali? Ez egy gali-gali-galambocska, és hol van? Itt van fent? Hol vannak? Hoppá! Gyorsan elmegyünk. Ó, kutya van! Én megpróbálom azért ezt kiszedni, csak mindig elrontom. Ó, inkább menj vissza. Itt lesz a galamb. Jaj, de jó. Majd ő le fogja szerintem piszkíteni a dolgokat. Na, ide lemegy, viszont hogyha lemegy, akkor én itt... lehet, hogy inkább itt maradok. Na, itt nézzük meg, hogy mit csinált. Itt a mosógéphez megy, ugye kiveszi a ruhákat? Ah, kimossa a ruhákat. Itt majd sok mindent tudunk amúgy elvenni. Oké, oda megy a centrifugához. Szuper, centrifugálja, és most megy a vasalóhoz, ami itt van fent, és itt is van még egy plusz rész, wow. Oké. Megvárjuk, még oda elmegy, és akkor mi szépen bemegyünk addig a konyhába. Mert itt az ideje, és a kutyánál óvatosnak kell lenni, és itt van egy porció is. Jó, ezt szépen összeszedjük, a mosószeres dobozt. Kiszedjük a dolgokat, gyorsan. Ez kell szerintem. Aha, jó. Megnézzük a hűtőben, mi van. Na, kivasalta a dolgokat, kirakta a ruhákat. És akkor... szépen visszabújunk ide. Megy le... Nem, az akváriumhoz megy. Oda el tudunk bújni. És itt szintén összetudunk valamit szedni. Ami ugye a papagájnak a kakia volt. Ezt meg tudjuk lesni. Jó, tehát a ruhákat megcsinálja. Mi nekünk viszont addig le kéne menni, nem? Gyorsan összeszedni a dolgokat. Jó, itt összeszedjük ezt. Igen, üres boros üveg. Ilyen, és akkor ezt bele kéne ide rakni. Micsoda? Ja, bocsánat, ide. Oké. Ez mit? Centrifuga, felelő kis életcsős. Aha. Jó, és majd azt is meg kell néznünk. Jaj, ide bebújjunk gyorsan, mert... Igen, kevés időnk volt arra, hogy bebújjunk. Jó, ez itt nagyon jól meg van csinálva. Szuper, mi gyorsan felmegyünk. Gyerünk, gyerünk! Hoppá! Jó, megrázta az áram, királyok vagyunk. Ez itt mi? Azt mondja, egy őrségű porszívó. Viszont muszáj ide mennünk, meg kell csinálnunk. Fel kell szednünk, ami itt van. Oké, okay, ez madár eledel. Azt tudjuk rárakni a ruhákra. Jaj, most már centrifuga. Hoppá! Ej, kidobta a ruhákat. Jó, felmentünk. Itt... ó, ezt itt tudjuk nyitni. Hát tudjuk nézni, mi van. Nincs ott semmi. Ó, azt gyorsan. Jaj, nem jó! Vagy várjatok, még van időnk. Még gyorsan van időnk. Gyorsan, gyorsan. Jó. Oda, 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 ujj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 j
ez nagyon közel volt. Na és akkor itt majd csinál valamit, ugye nagyon tűzforró lesz. Mosószer, üveg, vörösbor. Hát igen, itt egy kicsit várnunk kell, nem akarom elsietni. Viszont a ruhákat az kirakja, szóval a madár eledelt azt rá tudjuk oda tenni. Oké, gyerünk. Oké, anyaja. Gyorsan el fog kapni! Jaj, nem hiszem el, de hát ennyi idő, hát nincsen arra, hogy ne kapjon el. Hát azt hittem, hogy elég időnk van rá. Nagyon szuper. De legalább ez sikerült, megérdemlem. Na, és akkor, jaj, menj már fel. Jogi, semmi pánik, visszamegyünk. És szépen megcsináljuk a dolgokat. Jó, most.
Oké. Gyerünk, gyerünk, menj fel! Nagyszerű. Na és akkor itt mit? Ja, inkább ide menjünk be. A mosószer szépen berakjuk az eledelek közé, és hát mik vannak még itt? Nincs itt semmi. Szóval itt kimegyünk, és ezzel kell valamit kezdenünk. Azt mondja, a vasaló még hideg. Aha, szóval, hogyha forró lesz, akkor kell valamit kezdeni vele. Lehet, hogy ebbe olcsó lőre szőlőt feltétlenül sose látott. Egy üveg vörös bor. Akkor azt lehet, hogy majd bele kell tenni a mosógébe. És akkor vörös borral fogja kimosni, talán nem vagyok benne biztos. Mindegy, majd ha forró, akkor valamit kezdünk vele. Kertészlapát, virágföldet túrni. Aha. Ó, el tudjuk venni a forró vasalót. Jó. Itt pedig lemegyünk. Lesőda szépen elmegyünk. Kertészlapát, virágföldet túrni. Hoho! Hoppáka! Bocsászka! Szomorú! Jó, és akkor ide gyorsan bemegyünk. És az üveg vörös bort meg ide berakjuk mondjuk. Mosógépet. Ó, ez az! Hoppá! Szegény halacska! Elrepült, ez nagyon jó. Jó, ezt megcsinálja, és ezt mire kell használni? Itt van még valami? Nincs ott semmi. Itt? Nincs. Jó, akkor menjünk szépen. Mire kell ezt használni? Hát ez jó kérdés, hogy mire kell. Ó, ott még, mintha lenne valami. Igen, fel kell mennünk, és megnézzük, mert itt van valami. És arra kíváncsi vagyok, hogy mit vétettünk el. Mi lehet ott? A fiókban! Aha! Papírvágó kés, nagyon éles borítékokat nyitnak ki vele. Mi lehet ott? Na, mi történik? Csak nem vörös lesz. Na várjatok, most ez hogy van? Ez fordítva volt? Ezt egy kicsit elrontották. Ezt ti is láttátok? Először szerelte meg, és utána akadt ki. Duplán szerelt. Na jó, ezt kell majd a papírvágókéssel kinyitni. Szerintem fel kell ezt szántani. Na de azt... Ó, és akkor... Aha, jó, megvan. Oké, megvan, összeraktam. Szuper. Ez király lesz, csak nagyon gyorsan kell majd haladnunk vele. Sajna bajna. Na mindegy, hát majd megpróbáljuk nagyon gyorsan megcsinálni. Oké, szóval ezt ide. Gyerünk, gyerünk, meg kell csinálnod. Ez pedig ide. Oké. Jó, és most ez jön. A virágföld és ugye a porszíva. Nem hiába volt ez. Friss virág volt, erősen van fogadva. Aha, aha. Á! Jaj, nehogy elindulj. Úristen, azt hittem, hogy el fogsz indulni. Ide. Virágföld és szőnyeg, nem? Jó, oké. Jó, és akkor szépen oda megyünk. És most a kutyus fogja majd lecseszni amiatt, vagy? Ezt hogy kell elképzelni? Jó, ez egy kicsit bonyolultam, mert ugye a leírásban nem volt benne, hogy itt is lesz takarítás, csak ugye ezeket csinálja. Egyébként itt láttam, hogy szereltem úgyis, szóval nem lett elrontva a játék, csak nem láttam, hogy ez a szerelésnek tűnő dolog, ez igazából azt jelenti, hogy kiveszi a ruhákat. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ez lesz elvileg az utolsó kettő dolog, amit ugye fog használni. Jaj, de jó! Micsoda, micsoda, micsoda? Hát hogy lehet, hogy virágföldes a föld? Jó lett. Büszke vagyok. Ez is max pontos, ugye? Oh yeah. Szépen porszívózik, jól van. Micsoda? Kell még egy? Hát de micsoda? Hát mert nincsen cuccom. Na jó, hát én ezt nem tudom, hogy mi kell még hátra, szóval. Legyen ennyi elég, aztán majd max megmondjátok, hogy mit felejtettem ki, de... De te nem tudom. Na jó, jó lesz ez így. Egy pont hiány, max pontos. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem én ezt az utolsó részt, ezt... Oh, na... Oh!
Bejött egy plusz évad, hát várjatok csak, hát itt már annyi minden van, hát még jó, hogy nem fejeztem be. Azt a de jó, hát akkor szerintem úgy lesz, hogy én ezt a részt, meg ezt a részt fogom majd megcsinálni, hogy ne legyen így páratlanul a dolog. És szeretném megköszönni a figyelmet. Sajnos ugye ez az előző rész, ez az előző pálya sajnos nem lett maxpontos, valamit kifelejtettem, hogyha esetleg tudjátok, hogy mi lehet az, amire nem gondoltam, akkor ezt megköszönöm, hogyha jeleznétek nekem a komment szekcióban, és kíváncsi vagyok, hogy amúgy nektek sikerült-e mindegyiket eddig megcsinálni maxpontosan, mert azért szerintem elég szenvedős volt így a második évattól kezdődően. A következő videókban találkozunk, addig is legyetek jók, és sziasztok! Thank you.